Jó napot kívánok, hölgyek urak, vagy jó estét. Hát először is a hölgyeknek különösen jó estét kívánok, mert holnap után lesz nőnap. Ezért vettem csokor nyakkendőt csak a hölgyek tiszteletére. Már nem akart igazán működni, mert még az akadémiai székfoglalomra vettem, de aztán nem volt szék, és ezért aztán nem jutott szék, mert az öregek még ülnek rajta. Mert különben is én az ellenpélda vagyok, az összes akadémikus engem fúj, mert végre kell, van nekik egy ellenpélda, ez az Egeli meg a Kisfaludi félék. Ugye ez egy ilyen, az egyetemen ezt így tanítják, mint tantárgyat. Persze, mert hogy én egyfajta ismeretterjesztést is csinálok, azt talán észrevettétek, hogy egy kis csillagászat bele van csempészve, egy kis ez, egy kis az, egy kis teremtéstan. Persze, vagy Isten tan. De ugyan én vallási vezető is vagyok, de ez nem egy térítő közösség, nem arról szól a történet, hogy te most megtérsz vagy nem. Gondolkodok, erről szól a történet. Lehetséges-e az a szellemi gondolat, amit annak idején kitaláltam. Visszatérve a hölgyekre, most minden nőnek képletesen egy nagy-nagy csokor rózsát adok át, vörös rózsát a szeretet jegyében minden hölgynek. És a kedves nézőknek is, bár ő nekik egy kicsit késve, mert hogy csak hétfőn szoktuk föltenni, tehát két nap késéssel kapják meg a rózsacsokrot, de ő nekik is rózsacsokrot küldünk. Különösen annak a kedves hölgynek, aki a kamerát küldte nekünk Floridából. Úgyhogy Floridát úgyis nem sokára el fogja önteni a tenger, úgyhogy ez így megy tovább. Úgyhogy költözhet tovább, mert hogy a számítások szerint ugye, ha 100 métert emelkedne a tenger, akkor a föld lakott részének az egyharmadát elönti a víz. Most képzeld el, hogyha mondjuk 2 milliárd ember elindul, akkor abból mi van? Hú, gyerekek. Akkor aztán elindulnak a dolgok, mert azért ez már rettenetesen sok. Most arról nem is beszélve, hogy olyan emberek indulnak el, akikről nekünk nem hogy nyelvi tudásunk vagy kapcsolatunk nincs, hanem semmi. Tehát ez a probléma. Tessék. Ott van a hölgyeknek a virág, pontosan ezért azért, hogy megkapják a gyönyörű vörös színű rózsát. Tehát ezt én gúnyosan azt szoktam mondani, hogy ez egy levágott nemi szerv, de ezt most nem teszem hozzá. Tehát ugye, igen, mert mit adunk a hölgyeknek? Hát, hogy az egy enyhe célzásnak a szerelem jegyével kaptam egy virágot, és akkor annyi. Tehát a gonoszság is azért belőlem azért kiki hallatszik néha. Ugye? Ugye? De én ezt nem is szoktam palástolni. Más legalább palástolja, és akkor én meg se próbálom, meg úgy sem tudom, meg kijön belőle. De tényleg nagy tisztelettel a hölgyeket mindig is nagyon szerettem, és azok, amikor hibáznak, mert az is nagyon ritkán ugyan, de előfordul, hogy a hölgyek hibáznak, és azt megmondja az ember, akkor hónapig nem képes elfelejteni, szóval ilyen van. Ja, akkor leves kapsz egy hónapig, tudod, az én bünti levesnek hívom otthon ezt, érted, és akkor ilyen van. De hát megérdemlik a férfiak egyébként, nagyon megérdemlik, de már kivé van konet. Na mindegy. Na a lényeg, hogy nagyon aranyos volt, végignéztem egy ilyen hölgy volt a fő szereplő benne, végignéztem a Gravitációt, azt a filmet. Lelopták nekem a fiatalok, és megnéztem. Nagyon jó volt. És nagyon jó volt, és hát ugye abban egy hölgy volt igazából a főszereplő, és ő úszta meg a végén egyedül az összes űrállomás, összes szemét, de mindenki meghalt. Pont az ő hibája miatt, ugye, hozzáteszem. Mert akkor le kellett volna lépni, akkor ő még csak azért is, még egy kicsit, várjál, még ezt befejezem. Szóval, ahogy ez szokásos. Na, eltojozott, és akkor aztán kész volt a buli, jöttek a bazi nagy műholdak, meg meteordak, vagy bádok darabok, vagy ezek, és sorba mindenkit kinyírtak. Erről még talán be tudták volna indítani a rakétákat, és el tudták volna arra húzni, hogy ne találja el őket ez a törmelék felhő, amit persze az oroszok idéztek elő, persze az egy amerikai filmben kikidézték volna elő, lelőttek egy műholdjukat, de erre volt joguk egyébként, hogy lelőjék, de aztán ez a műhold darab össze-vissza csalinkázott, és mindjárt 20-at lehozott az égről, úgyhogy mindjárt 20-at hozott legyenesen az égről, és ezek ott pont az űrállomás szintjén voltak, ami nagyon nem igaz, több dolog miatt, de ezt az író nem tudja. Tehát, hogy ezek a műholdak, ezek nem abban a magasságban keringenek, az űrállomás nem véletlenül tették abban a magasságban, ahol van. Tehát ezek a műholdak vagy lejjebb mennek, vagy följebb mennek, mert azok a stacionár műholdak, akik fönt közvetítik ezeket a TV csatornákat neked a műholdról,
a UPC, meg a többi ilyen dolog. Mihol ezek egy helyben állnak, de azok viszont 38 000 kilométer állnak ide, tehát ott már nem nagyon vannak űrállomások, tehát az űrállomás sokkal lejjebb van, viszont a műholdaknál meg feljebb. Tehát itt azért vannak ebben még ilyen anomáliák, amit ugye az író nem tud, mert erre már ennyire már nem nézett utána. Hogy milyen magasan szokták az űrállomásokat rakni, milyen magasan szokták a műholdakat rakni. Tehát ezeknek azért van egyfajta tánclépése, mert azért hát legalább ilyen 40-50 százezer darab mindenféle franckarika kering az világűrbe. És miért? Miért kering? Miért nem jön az le? Miért nem esik le? Nem hagyja már semmi. Tehát egy elejtett fogó is kering még évekig a Föld körül. De miért kering? Nem. Nem a Lagrange pont miatt. A dolognak egy pici összefüggése azért van a Lagrange pont, de nem a Lagrange pont miatt kering, nem. Nem, miért kering? Mert a Földnek a gravitáció tartja egy bizonyos távolságban. Nem. Miért nem esnek le ezek a űrállomások, meg az összes többi? Pontosan leesnek egy idő múlva, ha nem korrigálják a magasságukat rendszeresen, akkor egy idő múlva azért bajok vannak. Miért? Mert a napszél mindig fúj, az a bizonyos nagy vákum, ami a világűrben van, mégse akkor nagy, mert hogy ugye részecskék rohangálnak benne, igen nagy számban, különösen amikor napkitörés van. És az a kérdés, hogy jó-e a napkitörés, vagy rossz? Is. Így van. Mert hogy mikor ér téged több sugárzás? Amikor nyugodt napéve van, vagy amikor nagyon aktív van? Mikor ér több sugárzás? Amikor nagyon nyugodt, akkor több sugárzás. Amikor nagyobb nyugodt, akkor több gamma, meg röntgen, meg UV sugárzás ér minket. De miért? Azért, mert amikor a erős napszél tevékenység van, akkor az elsodorja, és írtatlan... Nem elsodorja, de elnyeli. Nagyon elnyeli? Igen. Nem elsodorja. Mert annyira nagyon nem sodorja el azokat a fénykvantumokat, amik jönnek a napból, mondjuk a gamma, meg az UV, meg a röntgen fénykvantumokat, nem sodorja el annyira. Kicsit sodorja persze, de nem ez van, hanem az van, hogy nekiütközik menet közben. Tűnik a fény az sokkal gyorsabban közlekedik, mint ezek a részecskék. A fény az 8 perc alatt ér ide, ez a részecske sugárzás meg napok alatt. Tehát ennek sokkal több idő kell, még eléri a Földet. Tehát hátulról eltalálják az mindegy egy atomnak, hogy hátulról, mert arra nincs hátulról, meg előről, és akkor tehát menet közben hátulról utolérik a fénykvantumok, és becsapódnak ezekbe a részecskékbe, és amikor ebbe becsapódnak, természetesen elnyelődnek, és más hullámhosszon sugárzódnak esetleg le, de elnyelődnek, ez a lényeg. Tehát amikor nagyon aktív a nap, tehát sok részecske sugárzást bocsát ki magából, tehát ilyen nitrogént, hidrogént, héliumot, mint egyebeket köpköd ki a környezetébe, mert igen, akkor ez elnyeli a sugárzásokat. És amikor meg nyugodt napéve van, tehát nincs napkor tevékenység, akkor meg sokkal erősebb a sugárzás a Földön. Egy kicsit meggátolja ezt a sugárzást, mi? Ki tudja? A légkör, meg van fölötte még valami, egy híres. Nem, az nagyon messze van, igen. A 100 000 összer olyan messze van, mint annak. A mágneses erőtere. A mágneses erőtere a Földnek, de ott van egy még valami, a Van Allen-öv, amiben igazából ez a Van Allen, ez két nagy sugárzási övezet, és a két nagy sugárzási övezet, ami körül öleli a Földet, de részecskék vannak, és amit mondtam, az arra is igaz. Tehát a részecskék, amik ott abban van a lenőbben, a Föld mágneses terébe kavarnak, azok a részecskék elnyerik a Föld felé érkező veszélyes sugárzásokat, mondjuk a gammát, ami itt van a lenőv, és nem véletlenül küldtek oda föl műholdat, és nem véletlenül az űrállomások úgy keringenek, hogy ne érje őket veszélyes sugárzás. Mert hogy igen, veszélyes sugárzás tud lenni. Mondjuk te mész innen Amerikába, fölülsz a repülőre és mész, és az északi sark fölött visznek át téged, mondjuk Amsterdamból. Mész át, és van egy probléma. Lehúzatják veled minden áron az ablaknál egy ilyen kis redőszer. De miért? Nem nézhetsz ki. De miért?
Bolondok ezek? Hát én nézni akarom a sarki fényt, hát az gyönyörű. Hát én azt nézni akarom, ez a bolond, de állandóan jön a stewardess, abban a pillanatban egy kicsit kilesek, abban a pillanatban jön oda, hogy tessék visszahúzni. Hát miért? Annyira ártalmas, nem? Annyira ártalmas, bizony. És ezeknek a redönykéjében olyan ólom réteg van, vagy ólom redönyke van, ami elnyeli a sugárzást. Persze, amikor lehúzzák, és ha ők tudják, hogy mikor van nagy sugárzás fönt, mert azt mérik állandóan, és akkor lehúzatják. Tehát átmennek ők, átrepülnek, de hogyha ezt a redőny nem húzatja le, akkor esetleg az utasok megburdelnek a sugárzás miatt. Nem rögtön, de később megburdel. Tehát meghal tőle, mert ez a sugárzás káros. Rádióaktív sugárzás, így is mondhatjuk. Mert hogy, hát persze mi a rádióaktív, ez is egy ilyen, ezért, tehát itt is érdekes dolgok vannak, mert a rádióaktivitás az valahol a fejekben valami atombombához kötődik, vagy valami atomraktorhoz. Jól lehet látni, hogy milyen együgyű az amerikai filmekben, hogy mit tudom én, atomot nekik, tudom, hallottatok már ilyen beszólást, atomot nekik, a földön kívüliek támadnak, a rohadékoknak atomot nekik, és atomot, érte, ennyi van. Tehát a fejekben, a katonáknak a fejében atomot neki, hát szóval milyen atomot? Tehát, mert hogy nitrogén atomot, szén atomot, vagy milyen atomot neki? Tehát innen látszik, hogy az ő agyában egy ilyen roppant egyszerű kocka van, egy doboz, amiben atombomba van, és minden, ami atom, az robban az ő agyában. Hát nem, hát ő is atomokon áll, de ez az ő agyáig nem jut el. Tehát hiába is mondod neki, nem fog eljutni. Ha van ellenőv, sem jut el, mondjuk az űrhajósok persze tudják meg, azok a szakértők, de hát egy átlag embernek ez nem sok köze van hozzá. És hát persze mi azért vagyunk pontosan, hogy ilyeneket szóba hozzunk, beszéljünk róla, és akkor közel lesz hozzá. Arról szól a történet. Nagyon-nagyon sok levelet kapunk, tényleg sokat, ilyen napi százat legalább, rengeteg levelet kapunk. Átlagosan napi százat, mert van akkor 500-at, szóval például, amikor kicsit hülyéztem, akkor néhányan nagyon beindultak, és az emberiséget kezdték tőlem védeni. Tehát igazat mondtam, én igazat mondtam, mert tényleg rettentően az együgyűség rettenetes mértékben terjed. Ez még nem látszik, mint az alkoholizmus, nem látszik. De ahogy próbálsz vele beszélni, azt mondja, igen, egy hölgy mondta, de hogy nem én, ezt hozzáteszem. Igen, igen, terjed. Igen, terjed. Én szőkeségnek hívom, de ez nem a hajszint jelenti, már nagyon régóta nem, hanem az együgyűséget. Igen, rengeteg ilyen szőkeség terjed, de olyanok, hogy elképesztő. Tehát igen, mert amikor a tudásod hiányzik valamivel, azt be kellene pótolni, és akkor már megpróbálod bepótolni. Hát mivel pótolod, amihez hozzáférsz? De már egyre inkább olyan dolgok után nyúlkálsz, amit még te is értesz. Igen ám, de egyre kevesebbet. Tehát maga a tananyagunk is, hát olyan, hogy olyan, amilyen. Tehát, hogyha mit tudom én, majdnem írástudatlanok jönnek ki az érettséginél, akkor az nem nagyon jó van kitalálva. Érted? Baj van abban, baj van. Higgyétek el, hogy baj van. Mert hogy majdnem írástudatlanok jönnek az egyetemekre, első évfolyamra szörnyű. Tehát amikor mondod, hogy írja le, és akkor nem tudja leírni, kiderül, hogy nem is tud írni igazán. Komolyan nem. Tehát mindent fölvesz magnóra, meg mit tudom én, úgy próbálja meg valahogy a tananyagot hazavinni, hogy fölveszi videóra, az egyetem alatt ülnek sorba a hallgatók, és nyomják a videót. Úgy, mint itt megy a videó, úgy megy a videó. Na most az a helyzet, hogy attól ő megérteni nem fogja, mert az alapok hiányoznak nálunk. Tehát itt van a probléma. Visszatérve a világűrben lévő sugárzásokhoz, ez is egy érdekes történet, mert ott is már olyan dolgokon olvastam, hogy olyan dolgokat görcsölnek, hogy tényleg csak nézek, hogy tényleg nem jön rá. És jó szakértő, tényleg nem jön rá. Mit tudom, ilyen szoláris szakért, napszakértők, akik kimondottan a nappal vannak elfoglalva, és hát mitől van a napfolt? Hát a napfoltokat már ismerjük, hát legalább 300 éve, de mitől van a napfolt? Pattanásosan napfolt fája vagy most mi van? Mitől van a napfolt? Miért keletkezik? Mert azt tudjuk, hogy a napfoltnál hidegebb a nap. De mitől keletkezik? Mert van ellenkező napfolt is, azt meg flare-nek hívjuk. Flare az ilyen napkitörés, lángszerű valami.
De ezt mi lágnak hívtuk, úgyhogy megvan ez nekünk. A keleti nyelvekben, mondjuk a tibetiben is a mg végződés gyakori, mint az ing, vagy más ne is mondjam. Tehát ezek megvannak, ez valaminek a ruhája, a mg végződés. Tehát a nap ruhája az az ing, ami körülveszi a napot. A napba öltözött asszonyt. Ugye, ez van a Bibliában, hogy napba öltözött asszonyt, csak senki nem érte, hogy ez micsoda. Hát az a napban lévő térkvantum ruhája. Napban van egy térkvantum, amiben van egy lányforrás, meg öt fiúforrás. Ugye? De ez mit jelent? Itt van, gyönyörűen lehet látni, hogy vannak sötét foltok, és vannak nagyon világos foltok. Ezek a flerek, azok a világos foltok. Ott kitör a napból azok a belső konvencionális áramlások, amik belülről örvények, amik kavarnak benne, azok az áramlások kiérnek a felszínre, de akkor mi történik? Miért világítanak ezek jobban, mint a nap felszíne? Mondjuk itt a nap felszíne inkább olyan átlagosan vöröses, ez egy színszűrővel persze, hogy lehessen látni a történetet, de most lehet látni gyönyörűen a felvételen. A vöröses átlagos színe van neki, de van benne ilyen fehéres zóna, ami igen magas hőmérsékletet jelent. Kavitáció. Kavitáció, így ahogy tetszik mondani. Ez a kavitáció, ami a nap felszínén keletkezik. De miért? Mert a nagy nyomású, relatív, nagyobb, sokkal nagyobb nyomású zónából fölér a felszínre, mint a szökőkút, így néz ki, amikor kitör, látod, fölér a felszínre, mint egy szökőkút, és akkor a napnak a hát jóval nagyobb gravitációja visszavonza a napba azt az anyagot, amit kilövel, de közben mi történik? Hirtelen kiér a majdnem vákumba, ami a nap körül van, mert a napnak is van légköre, mi még benne keringünk. Mert a napszél az még itt is van, tehát benne keringünk a napnak a légkörébe. Soha nem hallottam senkitől, pedig igaz. Tehát még a Jupiternél vagy a Szaturnusznál is van a napnak a légköre, tessék végiggondolni, hiszen a napszél ott is fúj, és azok a sarki fények azok is a Szaturnusznál meg a Jupiternél ugyanúgy megjelennek egy ilyen gyűrű formájában az északi meg a déli sarkjánál, ami azt mutatja, hogy nekik is vannak bizonyára mágneses övezeteik, mert különben ez rendezi el ebbe a formába. Tessék, parancsolj! Mindig nem tudják, hogy milyen távolságra ér el a napszél, Hát erről vannak elméletek, van egy ilyen határ állítólag, ameddig elér, hát egyébként a teremburáig ér el. Igen, nézd meg, ez a Szaturnusz, és a Szaturnusznak a sarki fényét nagyon gyönyörűen lehet látni. Érdemes szemüveget venni, mert nagyon szép. Igen. Ez a sarki fény a Szaturnusznál így fölé, de a Jupiternél is. Tehát a Szaturnusz az már piszok messze van. Több bolygónál van sarki fény. De szerintem még az Uranusznál, meg a Neptunusznál is megjelenik. Persze, ott is van, ez egyre csökkenő ez a dolog. Na de ez meg az, hogy nagyon nagy sebességgel bevonza a mágneses tér a felső légkörébe ezeknek a bolygóknak, mert azért ezeknek van légköre, sőt, ezeknek az óriás bolygók, ezeket gázbolygóknak is hívjuk, mert hogy még vitatkoznak rajta, hogy van-e szilárd magja, vagy nincs. Ezen még komoly viták vannak, de őrült vastag légkörük van nagyobb fajsúlyú vegyületekből, már nem mondanám, hogy elemekből, mert ezek már sokszor mondjuk ammónia, vagy ilyen, tehát ezek már sokkal nagyobb fajsúlyú vegyületek, és nem nitrogén vagy hidrogén, hanem ezek már összeállnak mondjuk ammóniává. És nézzétek meg, milyen gyönyörű szép, ez meg a Jupiter, és ott van a sarki fény, az északi meg a déli sarki fény is ott van rajta. Tessék, parancsolj! Mi adja a sarkifénynek a színét? A sarkifénynek a színét attól függő, hogy milyen atomot gerjesztenek, és milyen sebességű részecskék, tehát a becsapódó napszélnek a becsapódó atomjai, mert azok atomok, azok, amikor becsapódnak az atomok oda, nagy sebességgel, akkor az ütközések és az egyebek miatt gerjesztik a többi atomokat, ami a légkör felső rétegében van, és azok fölfénylenek. És ettől függ az, hogy milyen fényt ad, mert hogy igazából spektrálisan megjelenik a nitrogén, vagy az az anyag, ami ott van fönt, éppen abban a stratoszférában, vagy
vagy még följebb, és ez a réteg világít, fölfénylik, így fölfénylik, mert bocsánat, mindig fény bocsát ki, hiszen az atomok tele vannak fénnyel. Az atomokban nem fényé alakulnak, ami majd teljesen elterjedt tévedés, tehát az atomok nem alakulnak energiává, vagy az energia soha nem alakul anyaggá, így nem, ahogy azt képzelik. Egyébként igen, de nem úgy, ahogy képzelik. Mert hogy a téridőnek a leágazó elemeiből keletkezik az anyag is, meg a fény is, de csak a leágazó elemeiből, tehát nem a téridő alakul át anyaggá, hanem a téridőnek a leágazó elemeiből anyag is tud keletkezni, meg energia is, fény is tud keletkezni. Tehát én azt állítom, de ezt én állítom, tehát nem kell ezen örjöngeni, ezt én állítom, az később majd úgyis be fog igazolódni, tessék nekem elhinni, hogy nem az energia alakul át, és nem az anyag alakul energiává, hanem az anyag tele van fénnyel, erre a Sorbonon egyébként végeztek méréseket, tessék utána nézni, már jó régen a 60-as években egy Káron nevezető fizikus, és azt mondta, hogy igen, a protonok meg a neutronok belsejében nagy mennyiségű fény van. Ő még valamilyen érdekes információelméleti dolgot is mondott, azt mondta, hogy nem csak fény van benne, hanem ebben benne van a világegyetem minden tudása is. Tehát minden neutronban vagy protonban az egész benne van. Bizonyára olvasott keleti dolgokat, a keleti dolgokban még megmaradt. Szervusz, Sanyika! Még megmaradta a dolog, mert hogy a régi civilizációban, amikor űrhajókkal jöttünk ide, nem ilyen rakétákkal, szóval ne tessék ilyenre gondolni, hanem űrhajókkal, ez még nem űrhajó, ez még csak a kezdeti ugrabugrálás, mint amikor a gyerek kimászik először a járókából, körül ennyi volt a nagy eredményünk, bár ennél már jobb űrhajóik is vannak, csak azt még földön kívülinek nyilvánítják. Célámoskodnak vele, már nagyon régóta, már legalább 70 éve van jobb űrhajója a Földnek, sokkal jobb űrhajói, nem egy, százával, ezrével van, csak azt nem mutatják meg a hülye lakosoknak, mert azokat majd szépen lassan, mint ahogy mindig emelkedik a processzorodnak a frekvenciája, tudod, emelkedik. Hát szerintem a 70-es években eljutottak valahova 6 gigára, és nekünk meg azt most adják a 3 giga körüli processzorokat. Tehát, hogy ez is ugyanolyan, ez teljesen ugyanolyan, mindig megvan már régen minden, csak aztán azt lassan adagolva eladják, mindig őrült nagy reklám, handabanda, dobverés, minden van, és akkor sok lelkes hülye meg megvesz mindent, ugye? A lapos tévét mikor találták föl, tessék utána nézni. Csak úgy mondanám, hogy mikor föltalálták, és ameddig az összes képcsőgyárak nem voltak rentábilisak addig, tehát ameddig jól ki nem fizetődtek. Addig ezt a sugárzó szarképcsövet árulták, mert egyébként nagyon jó röntgen sugárzása volt neki, pláne hátrafele, de a monitoroknak is. Ha valaki, igen, mindjárt meg, csak úgy mondanám, azért ismétlem meg, mert lehet, hogy csak ezt az egy filmet nézi meg, és mindjárt is menekül, de hát azért mondanám, hogy a képernyőidre, a monitorjaidra, a számítógép monitorokra egyszer csak rákerült egy ilyen felirat, hogy low radiation. Alacsony sugárzású. Miért volt sugárzás? Miért volt sugárzás? Erről szól a történet. Hogy a rabszolga nem gondolkodik. Tehát a rabszolgának meg sem fordul a fejébe, hogy milyen jó, milyen alacsony sugárzás, ilyet veszünk. De nem írták rá előtte, hogy high radiation. Érted? Azt úgy elfelejtették ráírni. Pontosabban, hogy voltak becsületes cégek, én láttam ilyet, hogy még a tévéképcsövekre is, a nyugatiakra, a keletiekre nem volt ilyen ráírva, a nyugatiakra rá volt írva, hogy röntgen sugárzás, bocsánat ki, veszélyesen, rá volt írva, angolul, de rá volt írva. Hát a itteniekre nem volt ráírva, ugye, mert akkor be lehet perelni a rákot kapszotta, és akkor, mert ültek a munkahelyeken, előrefele egy elég vastag oldalműveg volt, a pofájában nyomta a képet is, meg a fényt is, meg a röntgen sugárzást is, ott volt egy eléggé vastag ólomüveg, ami valamennyire elnyelte ezt a sugárzást, de hátul egy vékony szar üveg volt, és simán átment rajta hátrafelé. Tehát aki a háta mögött dolgozott ennek a monitornak, az kapta a pofájába arra sokkal erősebb röntgen sugárzást, hogy állandóan meg volt röntgenezve,
Szóval, hogy mondjam neked, a rákos statisztika nagyon emelkedett, de nem mondták el, hogy miért. Tehát a szélhámosság minden szinten van. Minden szinten. Ez olyan, mint amikor még sugárzó arccal vonultak Ukrajnába, amikor fölrobbant a Csernobil, akkor még május 1-én megtartották, onnan alig van, mit tudom, egy 100 kilométeres nincse, ott van a Csernobil a Kijev mellett, még Kijevben megtartották a május 1-i felvonulás sugárzó arccal. Komolyan, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy zárkozatokba, házakba, ki nem mozduljatok, eső, baromi veszélyes, nem menjetek ki. Hát nem ezt mondták nekik, hanem elvtársak, megtartották a felvonulást, de ők is ott voltak, amilyen hülyék voltak. Mert az elvtársaknak lila ködje nem volt a rádióaktivitásról, lila ködje nem volt. Elvtárs az elvtárs, az csak hatalmat akar, ezen nincs neki hozzá már. Hát ott volt a eklatáns példa, a kijevi tűzoltó főparancsnok, aki ott volt a két unokáját kivitte Csernobilba háztűznézőbe. Komolyan? Mindnek haltak. Láttam, amikor agonizált. Így láttam. Mondták, mesélték, hogy nekem ő volt a tűzoltó parancsnok. De az unokáit is kivitte, azok is ott agonizáltak már. Láttam a kórházban. Tehát hülye az hülye, azzal nem lehet mit kezdeni. És ezért mondom én, hogy nem azért, mert embereket, bárkit is lenéznék. De hát aki ilyen barom, hát azért egy tűzoltóparancsnoknak, akinek el kell oltani majd egyszer a rádióaktív sugárzó vackot, kacatot, akkor annak azért illik tudni valamit a sugárzásról, legalább egy picit illik. Ja, hát a vodka az jobban ment, mint a tanfolyam, úgyhogy hát ez nagy divat volt, tehát az oroszoknál én voltam kint egy pár szó, azok nagyon alkoholisták voltak. Tehát még a kutató mérnökök is rettenetes, ott itt a vizére szám, a pohár szám ilyen 100 gram, nyomta befelé a 100 gram, az több, mint az egy deci, mert az alkohol könnyebb, ugye? Én másfél deszi alkoholokat nyomták befelé. Vizes pohárból. Vizes pohárból, bőzony. Engem is ott ittattak volna ilyen rendeltek, ilyen orvosi mosóalkohol, tudod is. És azt nyomták, hogy a gép tisztításához kell, tudod, mihez kellett, nyomták befelé ezeket sorban. Nem azért, hogy az én kollégáimnál ilyet nem láttam. Szóval csak, hogy csináltak bele likört, meg mit tudom, rumot, kis aromát beletettek. Tehát itt is előfordult, de hát én nem szerettem sose a piát, már csak az is, mert nem bírta a gyomrom soha, mert hosszú ideig gyomorbeteg voltam. Most már nem, most már látszik rajta, meghisztam, de akkor a régi felvételekkel látott engem ilyen szúnyog csödör vagyok. Ilyen 60 kilósa voltam, tehát ilyen rettentő vékony kis szúnyog csödör voltam. A csontvázom az maradt, csak az asszony jókat főz. Tehát, van-e valami kérdésetek? Tessék, parancsolj! Az előbb a fényről beszéltünk, hogy gyakorlatilag ha van keletkezési sorrend, akkor a látható fény és az anyag egyszerre keletkezik, vagy pedig előbb látható fény és utána keletkezik az anyag? Valószínűleg, hogy előbb látható fény és aztán anyag. Pontosabban először egy láthatatlan fény keletkezik, az a téridő, az egy láthatatlan fény van. Egy darab fény van. De az elágazásaiból ez is fraktális, el tud ágazni, tehát az a fénykvantum termel tahionokat, és azok a tahionok is keltenek fénykvantumokat, és azok is el tudnak ágazni, és azok is ciklikusan keltenek ilyen fénykvantumokat, csak hogy ezek a fénykvantumok már a téridőben születnek, és azért már nem olyan a helyzet, mint ami üres helyzetben volt. Tehát amikor még csak a két teremtő volt, és nem volt még téridő, másmilyen volt a közeg, ez a bal fenék, vagy a jobb fenék címszó alatt futott annak idején nálunk, réges-régen, tehát 6000 éve, amikor jöttünk ide űrhajókkal, akkor még ezt mindenki tudta. Akkor még ilyenek voltak a tananyagban, aztán később ezekből lassan szentkönyvek lettek, aztán lassan. Azt is eltüzelték, mert a hülyék kerültek hatalomra, egyre hülyébbek, ugye, és akkor ezek a püspökök, amin ilyen pofa volt, valami földön kívül le volt rajzolva festve, akivel találkoztunk, baráti volt, nem volt mondjuk semmi probléma, de ez olyan, hát ez gonosz, minden ördög volt nekik, amit nem értettek, az ördög. Tehát ez egy ilyen, na jó, a leginkább ő volt az ördög, mert nem tudom, kiállította mágiára az embereket, érve sütölkedte megfele az embereket, az, nem tudom, ki volt az ördög. Szerintem közelebb is megtalált volna egy ördögöt a tükörben nézve. Tehát, mert az elég ördögi dolog ám valakit élve föltenne a mágyára, szóval elég ördögi dolog. És megcsinálták.
Aztán szenté avatták, mint a Jeanne d'Arcot, de hát az egy dolog. Már fújhatta a szegény Jeanne d'Arc. Még mindig nem mert férhez menni, megtaláltam. Igen? Igen, nem, megtaláltam a Jeanne d'Arcot, nem mert férhez menni, mert még mindig benne volt ez a történet, aztán utána sikerült annyira megváltoztatni, hogy férhez ment, és legalább 10 évig boldog házasságban él, és ez már valami, mert egy úriember elvette feleségül, és nagyon boldogan értek még. Még meg nem halt az úriember. Tehát, igen, tehát ezek a történetek megvannak, és nagyon sok ember pusztítottak el butaságok miatt. Egyszerűen csak nem értették, hogy miről van szó, és a hatalmukat akarták mindenáron fitoktatni, mert erről szólt az egész történet. Ha neked olyan nem úgy áll a füled. Így jöttél végig az 500, ez a gonoszság megvolt, tudod? És akkor állítsátok meg erre. Néha neked se úgy áll a füled. Ettől kezdve természetesen a félelem elkezdett az emberekbe őrültül terjedni, és ebből a hatalom egész jó kialakult pár vagy ezer évig, aztán most már dől össze, mert most már másképp gondolkodik egy kicsit az emberiség, nem nagyon, szóval hozzáteszem, hogy nem nagyon. Most már nem mágiára állítják, hanem gyújtóbombát raknak a kocsijába, a benzintakba, ami fölrobban, és ott sül meg a főtéren ugyanúgy, csak most egy autóbombával sütik meg, ez egy kicsit megváltozott, de csak kicsit. Szóval azért, hogy túl nagy változás nincsen. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy hát ilyet már 21. században, hát hogy, hát csak figyelj egy picit. Parancsolj. Hogyha ugye használjuk azt a kifejezést, hogy napatyácska. Most elhangzott az, hogy a napba öltözött asszony. A kettő az... Nincsen lentmondásban. De ugye elmondtam, a napban van egy olyan fénykvantum, azt elmondtam, aminek a közepén a királynő vagy királylány, ugye, és körülötte vannak a több férjűségben szenved a királylány, bár mindig csak egy férje van neki, mert a, tehát ezek keltik egymást sorozatosan, a királylány kelt egy királyfit, a királyfi kelt egy királylány, és ezt felváltva csinálják, és ez nem biológiai királylány, meg biológiai királyfi, azt hozzá kell tenni, hanem ez egy fénykvantum. Csak a magát, azt a forrást hívják úgy, hogy királylány, a mesékbe így tudott átmenekülni. Mert az infantilizmus megőrzi. Pütyüri, aha, ezt el lehet mondani királylányocska, meg királyfiocska, meg mit tudom én, jönnek, és sárkány. Hát azt el lehet mondani, mert a hülye már nem értette, hála Istennek, aki gonosz egyébként, de már nem értette. És így átmenekült a tudás, a fogak közt tartva a szerelmet átvitte a túlsó partra, és ez a nagyon lényeges. Éljen minden bájos szépnél. Édes, egyszerű, mélyen érző. És ez a lényeg. Hát, hagyd mondjak nektek egy szerelmes verset, lányom, ha nem sértődtök meg. Írom a betűket, szavakat, szépeket. Hozzád hasonlítom a tavaszi kék eget. Leírom a ruhád, a szemed, a szád, hiába. Nem te vagy. Homályosan vetít az agy. Milyen is vagy? Nekem szép, jó, de kevés a szó. Ha mellett ívét írom, még nem mondja el milyen, s az örömet, mit szerez nekem, átmész a szobán. Vagy ha alszol, édesem, és rajzollak egy cetlire is, hogy megmaradj. Száz arcod minden rezdülését papírra vetni, a szó kevés. A rajz is hasonlít, de bennem a két kevés. Ilyen lenni? Nem ilyen. Nem fejez ki egy-egy mozdulat, szó nem mond el kedves csókokat. Tested dimenzióit elmondja a tér, mozdulatodról az idő mesél. De az sem mond el bársony hangokat, a sötétben suttogó kedves hangodat. S a világon nincs oly tudós, ki leírná koordinátáit libbenő hajadnak. És bennem mégis számunk. Ez a nőnapi vers volt a hölgyeknek. Így van. Tehát akkor én kicsit ugratom a lányokat, de ez nagyon jó azért, mert ettől kezdve ugranak, és elkezdenek gondolkodni egy kicsit másról is, mint amiről szoktak. Gondolkodnak ők a maguk témáiban, de most másról. Mert a világról is kell valamit tudni. Szóval nem csak a politikáról, hanem valamit a világ teremtéséről, működéséről. És jó tudni, amikor érzed, ugye meg ki.
Meggy már érzi, már mióta jársz ide, Meggy? Régen. Nagyon régen. Nem is vagy te még annyi éves. Tehát az a lényeg, hogy régen jár, és érzi, hogy jó, mert ez egy pesdítő valami, amikor érzed a világot, tudod, mindenről tudod, hogy működik, de mindenről tudod. Nem félelmekből érsz, meg ilyen kéfitekben rohangálsz, hanem érted, hogy működik, és ezért nem is félsz tőle, mert mindig arról szól a történet, azért félsz, ugye, mert nem tudod, hogy az micsoda, hogy működik. Persze ez érez meg a fene, tehát ez a bolond ellentmondás benne, hogy az érez meg a fele, hogy azt megtudjad. Amikor már megkapod, már nem érdekel, mint a gyerek, amikor a játékboltba kiharcolja a játékot, tűzzel, vassal a kirakat előtt kiharcolja, veti magát a földre, kiharcolja, kihozod a játékboltból, ott vágja föl, az nem érdekli. Már megy is a következő játékért, a következőért. Ahányat megveszel neki, mint ott fogja föltözvágni, mert nem a játék kell neki, hanem a hatalom. Tehát, hogy uralni tudlak téged. Én kicsit vetem magam, tessék megnézni, ahol lehet látni ilyen gyerekeket, hogy veti magát el fel a földön, ilyen ABC-kben, meg izékben. Hányszor láttatok ilyeneket? Ilyen szegény apja, anyja meg nem tudja, mi a túlót csináljon, mert a gyerek ott őrült nagy drámát rendez, pontosan azért, hogy megkapja. Na de higgyétek el, ha egyszer megkapja, véged van. Tehát akkor, hogyha így harcol, soha ne vegyél meg semmit. Majd ha kiérdemled, kisfiam, megkapod. És ha tényleg kiérdemli, meg is kell, hogy kapjad. De ott azért nem, mert ott toporzékol meg, sikítozik meg, acsarkodik meg, ordítozik. Azért nem szabad megvenni neki, mert véged van. Fiatal szülőknek mondom, hogy véged van. Akkor többet ezt nem tudod leállítani. Azt a végtelenség fogja csinálni. Öreg szülők bólogatnak, ezek mind ráfáztak már, igen, én is. Ráfáztak, akik már fölneveltek gyerekeket, meg unokákat, mert azok nagyon jól tudják azt, hogy ez tényleg működik. Ez így van. Tehát visszatérve a kavitáció és a napszélre, mert az nagyon érdekes. Tehát amikor kitör abból a nagy nyomásból, a napból, kitör az anyag, mindegy milyen anyagról van szó, a nap anyaga, vagy a csillag anyaga, amiben persze javarészt hidrogén meg hélium van, de vannak benne más, nehezebb elemek is. És mondjuk a napszélben igen sok a nitrogén például, ami eljut idáig, az az érdekes. És ez a napszélből előtörő anyag, a napból előtörő anyag azért világít olyan erőteljesen, sokkal intenzívebben, mert nem csak azért, mert a nap még melegebb belsejéből jön, mert hogy millió fokos hőmérsékleteket is mérnek itt. Millió fokos. Honnan a francból keletkezik millió fokos hőmérséklet? Kavitáció. A kavitációval. Így van. Mert amikor hirtelen a nyomás megszűnik, az anyag kiér a felszínre, mint a szökőkút, akkor kavitáció keletkezik, a kavitáció az pedig annihiláció. A kavitáció, mondom, annihiláció. Tessék ezt megtanulni. Tehát annihiláció. Az ugyanaz, mint amikor az pontosan ugyanaz, mikor az anyag meg az antianyag találkozik. Tudni, hogy itt is az anyag és az antianyag találkozik. Azért hajoltam előre a kamerának, hogy tessék utána nézni. Hogy pont azok a jelenségek, pont azok a sugárzások, minden pontosan ugyanolyan. Hát akkor már tessék már észrevenni, hogy ez nem más, ez nem egy másik jelenség. Mert mindenki azt képzeli, hogy a kettő nem ugyanaz, pedig ugyanaz. Tudnék, a hirtelen nyomásugrás miatt az anyag átrántja a túloldalon lévő antianyag párját erre az oldalra, és akkor átrántja, meg is semmisítik egymást, ahogy az annihilációnál leírták. Nem ütköznek, együtt vannak. Egybe vannak. Csak egyszerre nem szoktak lenni, hanem ellenütembe szoktak lenni. Hol az anyag, hol az antianyag, hol az anyag, hol az antianyag. Így ide-oda. Így keletkezik. De abban a pillanatban, hogyha átrántja ide, tehát az idő ritmusából kiránytódik valamiért, és 4 atmoszféra az nem egy olyan egetföldet rázó. A csapban van is 5-6 néha, 5-6 atmoszféra nyomáskülönbség. Tehát itt kint ez egy atmoszféra, egy légköri nyomás, ugye ez az, de amikor a csapban van a nyomás, az itt pláne, hogyha hegyre is föl kell nyomni a vizet, akkor viszont az eléggé nagy nyomáson kell, hogy fölnyomja, ugye, mert egy atmoszféra kell minden 11 méternél. Tehát minden 11 méter egy atmoszférával emeli
emelni kell a nyomást. Tehát ha 100 méter magasra kell felnyomni, akkor már 10 atmoszféra fölé kell vinni a nyomást, hogy fölmenjen egyáltalán a helytetőre a víz. Jó, hát aztán vannak trükkök a vízműveknek, aztán vannak trükkjei, meg különben szétvinni a hálózatot, kivéve amikor egy hülye kezébe kerül a dolog, amit megint kimondtam, de nem véletlenül, mondjuk a, ilyen volt az eset, amikor ott a Gellért szállót egy kicsit leslagozták, emlékeztek arra? Hogy amikor a Gellért szállónál, de valakinek mondták, hogy azt lassan kell kinyitni, de ez rettentően sietett, mert csörgött a telefonja, vagy valami történt, érted? Mert hívta a barátnője, és éppen hát szarakodok én ezzel itt lassan, most kinyitotta, a víz ment. Ó, jó ez, na ugye jó, egyszer csak jött a telefon, hogy nagy gáz van, mert fölrobbantak a nyomóvezeték, azért néha. Ugye, mert ott még bizonyára ilyen probléma volt, mert a Gellért egy víztározó ott van fönt a Gellért egy tetején, ott a Sánc utca alatt, fönt ugye, és elég nagy volt a nyomás, ez rányította azért hirtelen a csövekre, nem lassan emelte meg a nyomást, hanem ugrásszerűen, robbanásszerűen szinte. Na, ez aztán be is tett szerencsétlen csővezetékeknek, szétdurrantak, bum, és akkor így locsolták, kézzel ül a pali a drágán kifizetett Gellért szálló szobájában, ilyen frontálisan ott ül kint, érted, nagy arc, iszonyú drágán ül ott, és koktélt iszogatja, egyszer csak bum, jön a fürdő is. Tehát ugye, fölvitte a harmadik emeletre, a negyedikre is a tetőre, és fölvitte a vizet, szóval rendesen meglocsolták a Gellért szállót, mert ezek a ügyesek, mert egy új ember került. Az öregek tudták, hogy ezt nem szabad csinálni, de hiába mondták az újabbaknak, hogy gyerekek, abból nagy baj van, hogyha hirtelen engeded rá. Na hát annak hiába mondja, mert az újít. Mert a fiatalok nem újítanának, nem lenne változás. De néha úgy újítanak, hogy iszonyú nagy kárt csinálnak, tudod? Tehát ezt a újítást, ezt ismerjük, éppen most beszélgettem a fiammal, hogy igen, már mit tudom én, a drága 70 ezer forintos tápegységén akkumulátort akar tölteni a motorjához a fia, csak fordítva tette rá az akkumulátort. Attól kezdve a tápegység füst, ilyen, mert a tápegység is füsttel működik egyébként, mert akkor már kijön belőle a füst, akkor már nem működik, olyan, mint a televízió. Teljesen ugyanolyan, akkor a füst kijön, mert füsttel működik a televízió is. És ez is füsttel működött, kijött a füst, attól kezdve persze természetesen nem szólt az apjának, hogy tönkretette, hát az mostanában nem annyira szokás, régen sem volt nagy szokás, de mostanában már végleg nem szokás. Sumákolnak, elsonfordálnak onnan, én nem is voltam itt. De aztán a végén hát ilyen, nem hülye a fiam, és látta, hogy mi történt, és akkor mondta, hogy hát ki tehette, hát a lányok biztos nem. Ugye, mert ugye van két lánytestvére, de hát azok biztos nem töltöttek akkumulátort, vagy nem csináltak ilyet, nem is nyúlnak ilyen műszaki dolgokhoz, csak a MP3 lejátszójához, meg a mit tudom ilyet, csak a telefonjához, csak azzal van, ami műszaki dolog, vagy a televízió nyomogató gombján nyomogatja. Na de nem ez történt, hanem felrobbantott a füstjelzéseket adott a tápegység, aztán lelépett róla, mert az én árulnókám egy nagyon aranyos gyerek, de hát ugye, mint minden fiú, az a férfi dolgokba tesz kárt a lányok, meg a lány dolgokba szoktak kárt tenni, mondjuk ellopják a mama melltartóját, meg mindenét, ami nekik megtetszik, a ruhájukat, cipőjét, mindent, tehát pulóverét, ugye, megéltétek mamák, ugye ezeket megéltétek, a növekülő lányok azok fölveszik a ruhátokat, ott mórikáik magukat a tükör előtt, mert ők nagyok akarnak lenni, de ez normális. Te is nagy akartál lenni, meg én is, mindenki normális dolog. Hát aztán, hogy károkat okoz, egy dolog. Az bele kell kalkulálni a gyereknevelésbe, ha nem kalkulálod bele, akkor nyomorult életed van. De hogyha tudod, hát ezek úgyis megcsinálják, akkor nem mérgelődsz annyira. Szóval az a motto volt nálam mindig, hogy áldozatok nélkül nincs veszteség. Tehát így működött. Tehát van-e valami kérdésetek? Kis fordítottam a számomra, még az nem tiszta, hogy az elején nem említette, hogy a nap belsejében van egy lány, igen. És hogy miért van ez? Azért, mert a nap belsejében van egy speciális fénykvantum, ez egy térkvantum, így is mondhatjuk, téridőkvantum, és ezek a speciális térkvantumok tartják fönt az egész naprendszert. Ez egy darab fénykvantum, és mégis ő tartja fönn a naprendszert. Egész hihetetlen. Ja, és a naprendszer szinte minden dolgával összefüggésben áll. Tehát a naprendszerben lévő az összes atommal összefüggésben áll, ez teljesen szokatlan, mert van egy
van egy szál univerzum is, a szálszínű univerzum is, amivel kezdődik az evolúciója, az atomoknak az evolúciója. Tehát először van egy fénykvantum, keletkezik a két teremtőből. Ezek csak egy ilyen egydimenziós, nagyon furcsa lények, mert nevezhetjük lénynek, hiszen gondolkodik, válaszol a kérdésekre, stb. A legokosabb az egész teremtésben a teremtő. Pedig csak egy darab parányi, minden atomnál is sokkal, de sokkal kisebb valamiről van szó. Egy fénykvantum előzménye, ő még nem is fénykvantum, csak egy időforrás. És ezek az időforrások, vagy kvantumoszcillátorok keletkeztetik aztán a későbbi világot. Keletkezik, minden keletkezik belőlük. De nem úgy, ahogy ezt aztán egy materialista elképzeli, hogy levágja a kezét, lábát, és abból csinálja a Földet, az nagyujjából csinálja a Jupitert, a mit tudom én, a kisujjából csinálja a Vénuszt. Nem így, mert a materialista az anyagból akar anyagot eredeztetni. De egy szó sincs ilyenről, tehát gyakorlatilag egy teljes mértékben transzcendens világegyetemről van szó. A transzcendens az megfoghatatlan, nem atomokból álló valamit jelent. Valami, de semmi abból, amit ma gondolunk. Tehát mondjuk a gravitációs hullámok, vagy az éter hullámai, amiről szó van, időnként, de mindig a mai materialista világ megpróbálja ezt lesöpörni a pályáról, bár újra és újra visszakapaszkodik, mert nincs más megoldás. Tehát hiába 100 éven keresztül acsarkodnak rá, egyszer csak föladják. Mondjuk csak úgy mondanám, hogy az összes gravitációs távcső Michelson interferométer. Ezeket milliárdos kiadásokból csinálták, Európában van legalább 3. Na most ezeket mind őrült milliárdos pénzekből építették, csinálták, mondjuk a Geo 600 vagy a Virgo ilyenek, és ezek a gravitációs távcsövek igazából fénnyel próbálják a gravitációs hullámokat érzékelni, ide-oda szaladgáló fény, lézerfénnyel próbálják érzékelni, és a változásokat figyelik, hogy az ide-oda szaladgáló lézernek a fényében milyen változások következnek be. Így működik a szerkezet. Van egy lézer, van egy félig átereztő tükör, ott a képernyő, igazából ott nem a képernyő van valójában, hanem egy érzékelő, ahhoz az van írva a screen, az a képernyő, de hát az nem screen, hanem az egy érzékelő, és akkor az ide-oda szaladgáló lézer átmegy a félig átereztő tükrön, elmegy egy tükörig, meg vissza, és visszaverődik a képernyő, mint a piros vonalat néz, megy, ferdé megy egy kicsit, aztán elmegy a tükörig, az visszaverődik a tükör másik oldaláról, és de közben a piros ide is beverődik, csak azt nem ábrázolja, méghozzá erősebben verődik be ide, mint oda. Mert hogy ez a tükör felületéről verődik, az meg még átmegy a tükrön, sőt még az egyfajta időkésedelemmel is rendelkezik, fáziskéséssel. Miért? A tükör vastagsága miatt. Mert a tükörben az üvegé, amikor átmegy az üveganyagán, és itt elég vastag, ilyen vastag tükrök vannak, tehát egy combos tükrök vannak itt föllogatva, ilyen rászkódásmentes, meg mit tudom, ilyen felfüggesztésekkel, de ilyen vastag tükrök vannak, és még átmegy rajta, lelassul a sebessége 200 000-re, a 300 000-ről. Mert az üvegben a fény az nem megy 300 000-rel, az üvegben csak 200 000-rel megy. És ez nagyon érdekes optikai dolgokat is okoz, mert például, hogyha talán láttatok olyan felvételt ilyen medencébe, hogy a fele a lencsének kin van a vízből, a fele meg lent a víz alatt, mondjuk volt ilyen, láttam ilyen aranyos kis felvételt, két csajszi állt a medencébe a vízbe, fent ilyen pici fejük volt, és ilyen rettentő nagy testük volt hozzá. Ilyen gnomnak néztek ki. Persze, mert a testük a víz alatt látszott, a fejük az a víz fölött volt, és ezért pici kis bogyó fejük volt, és ilyen nagy otromba testük volt hozzá. Igen, mert egy harmaddal közelebbnek látszik a teste a víz alatt, mint a feje a víz fölött. Talán úsztatok már víz alatt medencébe, azok, akik gyakran úsznak víz alatt, és kinyitják a szemüket, azok tudják, hogy a rohadt medence már itt a fal. És még úszol, és még mindig nincs itt a fal. A francban már mióta megyek, az milyen lassan megyek, de a kintről nézik, azt látják, hogy borzasztó a hajtasz a víz alatt, hogy te valahogy előbbre jussál, de közben ugye nem 50 métert kell úsznod, hanem 75-öt mondjuk.
karányaiban, és akkor hát a 75 méter az azért nagyon eltér az 50 métertől, és ezt szemre is látod. A víz alatt közel van a medence vége. A víz fölött sokkal távolabbnak látod. Mert a levegő másképp vezeti a fényt, másképp más sebességgel megy benne. És tehát ez a furcsa gravitációs távcső így működik. És itt az itt amit ernyőnek mondott a screen, ugye az volt az a screen, azon ilyen diffrakciós karikákat látsz. Tehát ilyen körök, fényköröket látsz, de az micsoda? A különféle dolgokon elhajló fénykvantumok. Tudnék, amikor egy közegen átmegy, atomok mellett átmegy a fény, természetesen minden atomnak tömege van, és minden tömeg mellett elhajlik egyesével. Tehát minden fénykvantum, csak itt nem a egy darab fénykvantumot látsz, hanem ezer szám látod a fénykvantumokat, és az ezer szám látott fénykvantumok adják ki ezeket a karikákat. Nem egy darab fénykvantum okozta ezt, hanem millió szám okozták a fénykvantumot. Ez a diffrakció jelensége, és ebben a diffrakcióban a változásokat így lehet látni. Amikor én gravitációs hullámméréseket csináltam, az első méréseim, azok diffrakcióval történtek, pontosan azért, hogy fölnagyítsam a fényben történő változásokat. Azt úgy csináltam, hogy egy bikonkáv lencsét, ilyen kétszer homorú, nagyon erős, nagy dioptriájú lencsét, az útjába tettem a lézerfénynek, mert hogy hiába volt benne jelenség, nem volt elég érzékelhető, nagy egykupacban volt nagyon. De az egykupacból ki kellett valahogy hozni. És akkor kitaláltam, hogy rávittem egy Wolfram szárra a fényt, a Wolfram szárnak a nagy tömege, azt hozzá kell tenni, hogy 19 fölötti fajsúlyával a Wolfram, nagyon jó ez, izzószálakban lehet ilyet találni, ha nem tudsz hozzájutni, az összes izzó, ezzel a régi fajta izzók azok mind ilyen Wolfram dróttal vannak elkészítve, és ez a Wolfram létrejövő diffrakció, a Wolfram szál mellett, ahogy elhalad a fény, az is okoz ilyen szálakat, csak az nem karikákat rajzol. Ha Wolframból készült lemez lenne és egy lukat fúrnék rá, akkor kerek lenne, csak hogy ez nem lukon megy el, hanem vagy egy résen, mert én réssel is kínáltam, vagy pedig egy szálnak megy neki, és a szál mellett elhaladó fény elkanyarodik, tehát nem egyenesen megy tovább a fény, de miért nem? Mert az anyag görbült tereket kelt. Tehát a galaxisok mellett, amit gravitációs lencsének hívnak a csillagászatban, és ilyen képeket lehet találni az interneten is, gravitációs lencsékről, a gravitációs lencsében nincs üveglencse, amiben benézze, ne így gondold ezt, hanem az okozza a lencse hatást, hogy van egy galaxis, és mögötte a francban nagyon messzire egy másik galaxis. Az is nagy tömegű galaxis, de ez eltakarja, mert előtte van. És ilyen fényíveket rajzol mégis a távcsöved, itt vannak. Tehát ennyire karikába eltérítette a mögötte lévő, ez gondolom ez a Jupiter, és ez egy csillag lehet, és a Jupiterrel, vagy valami ilyesmi lehet. Mert akkor lehet, ez gyönyörű szép felvétel, ezt menj is el annyira szép. Mindent el. Jó van. Tehát ez azért érdekes, mert hogy ez a gravitációs lencse a mögötte lévő objektumot jelenítette meg, ez a fénykör. Tehát az a karika, az egy galaxis, vagy egy másik csillag fénye, csak éppen eltakarta a másik, mögötte van, de a fény mégis ide kanyarodott a te szemedbe, és egy ilyen karikát rajzolt oda. Fantasztikus. És hát igazából itt ugye a tömeg optikailag viselkedik. Ezt akartam elmondani végre, hogy a tömeg nem csak a csillagászati rendszerekben viselkedik optikailag, hanem a diffrakciónál, a fényelhajlásnál is mindenhol. Ugyanarról van szó, tehát nem kell hozzá galaxis tömeg vagy csillag tömeg, mert azt gondolták, hogy hát ahhoz az kell. Hát nem. Itt van egy fekete lyuk elvileg. Itt van egy fekete lyuk, nézd csak! Láttad? Hogy mit csinált? Ez egy fekete lyuknak a képe átment egy galaxis. Son, nézd meg! Ilyen optikai torzításokat hozott létre. Fantasztikus. Hát érdemes a csillagászattal is foglalkozni, ahhoz, ha atomfizikát akarsz érteni. Hát, tehát amikor elszeparálják a tudományokat egymástól, már hiába csinálnak interdisziplináris tudományokat, vagy is, hogy tudományok közé mindig beraknak egy harmadikat. Tehát van kémia, meg biológia, aztán kiderül, hogy
bizonyos átlógások vannak a kémiából, a biológiából, akkor csinálnak biokémiát. Aztán a biokémia, meg a kémia közé is még, meg minden van bele szurkálni ilyeneket, mert hogy bizony rendtentően sok speciális jelenség van, amit mi látunk, mérünk, meg tudjuk, csak nem tudjuk hova tenni. És akkor közé tesznek egy ilyen tudományt. Tehát nem lehet a tudományokat elválasztani. Te egy biológiai lény vagy, de hát atomokból állsz. Hát ha atomokból állsz, akkor kell tudni valamit az atomokról. Tehát mindig a lélekről beszélnek, és a lélek megnyilvása. Szeretett gyerekek, mondom, persze, szeressük egymást talán. De ne hülyeskedjetek már, hogy mindig csak a szeretetről beszéltek atomfizika helyett. Pedig ám a Biblia tele van atomfizikával, hogy más nem mondjak nektek. Tele. De amikor ezek a rettentően szeretett, buzi, bocsánat a kifejezés érzik, meg rájönnek arra, hogy hát tele van atomfizikával az egész Biblia, hát az Isten a legnagyobb tudós gyerekek, aki csak a világegyetemben volt. Nehogy már visszadegradáljátok az kézenfogásra. Érted? Jó, én imádom kézenfogva sétálni, én öreg ember vagyok, még a feleségem, most is kézenfogva sétálunk. Szeretem, és ő is. De nem erről van szó. Tehát azért nehogy már ide degradáld vissza az összes szöveget. Mert ezt még érted? Azért, hogy még tudom, hogy valakinek megfogna a kezét. Ez rendben van. Jó dolog. De hát gyerekek, hát azért ne hülyeskedjetek már. Tehát azért annyira ne degradáljátok le az egész tudományt, az Isten tudományát. Tehát amikor olyanokra tanított meg, hozok nektek majd olyan biblia szövegekből, ott meg tudom mutatni nektek. Melyik, hol, milyen, most mindig meg lehet ezt állapítani, és nagyon jó meg. Nagyon jó. És olyanok vannak benne, hogy álmodban nem képzeled. Tessék, parancsol. A anyagi részecskében milyen gyakran fordul elő víztípusú kiáradás? Ezt így, ma a kérdést nem értem, megmondom miért. Mert hogy állandóan előfordul. Szóval milyen gyakran, ugye folyamatosan vannak benne víz- és tűztípusú források, keletkeznek benne állandóan, megállás nélkül, hát egy ilyen részecskében 740 ezer forrás kacsvasz kavaró, tehát egy darab hidrogénatom kb. 740 ezer dimenziós. Ez valami... Tehát az mi a baj? Hogy lehet? Ilyen nincs, hát háromdimenzió, hát hogy, ugye? Hát nem is jut soha büdös rohadt életbe az atomfizika végére az atomfizikus, ha nem tér ettől el, és még mindig görcsöl azon a háromdimenziós maraságán, amin görcsöl. Érted, hogy a negyedik dimenzió az idő, ami nem is fér bele már a koordináta rendszerbe, ezért leveszi a koordináta rendszernek a valamelyik tagját, az Y-t vagy a Z-t, vagy leveszi, oda tűzi helyett az időt. Mondom, tényleg? Nem aráskodjál már. A vektormennyiséghez oda teszed a skalárt. Tényleg? Komolyan gondolod? És komolyan gondolja. És mesztelen a király gyerekek. Mesztelen. Kilóg a feneke, és kész. Nincs is rajta bugyi. Mi az, hogy kilóg? Nem lóg ki. Nincs rajta bugyi. Kész. Látszik minden. Hát aztán ez a lényeg. Hogy, és a királynő is mesztelen. Tehát hiába magyaráznak nekem akármiket, ha alapvető dolgokat nem tisztáztunk. Tisztázzunk. Most azért vagyunk itt, hogy tisztázzunk. És akkor mindig jobb és jobb lesz. Tehát engem le lehet hülyezni, én imádom, amikor lehülyeznek. Tudni még, hülye vagyok, belátom, de ez itt a barátom. Tehát ez tetszett a meginek. Tehát ilyen azért, hogy most mondjuk kinyitom vaktába valahol, na kijön rá, hogy miről olvasok. Nem vaktába, hogy nyitottam ki, nem volt a könyv, ez az azon. Első fokozata az ébrenlét állapota, amikor az értelem kifelé irányul, ez 7 tagú, 19 szájú a durva anyagot fogyasztja. Mi lehet ez? Vajon? A látható fény a 7 tagú, nem? A második fokozata az álomállapota, amikor az értelem befelé irányul, ez 7 tagú, 19 szájú a kivonatot fogyasztja. A harmadik fokozata a mély alvás állapota, amikor az alvó nem érez vágyat, nem lát álmot. A mély alvás állapotában egységé válik, tiszta megismerésé válik, boldogsággá válik. A boldogságot fogyasztja, szája a gondolat, neve ez is ez. Tehát a negyediknek azt tartják, amelyben az értelem sem befelé nem irányul, sem kifelé nem irányul, sem mindkét irányba nem irányul. Ott is voltak hülyék, úgy látszik.
Mert ha már ezt a mondatot is hozzátette, hogy mi van, ha mindkét irányban nem irányul, szóval ott is voltak ilyen kérdések bizonyára, és már ezt ő megelőzve, már ezt is mondta előre. Ez nem válik megismerésé, sem tudatos, sem tudattalan, láthatatlan, kimondhatatlan, megfoghatatlan, meghatározhatatlan, elgondolhatatlan, megmutathatatlan az egységé vált én bizonyosságának lényege, a jelenségek eltörlésén nyugalom, üdv. Na, mik lehetnek ezek, amit szóval olvastunk? Alvó tudatállapot. Alvó tudatállapot. Teremtők. Nem. Na, tessék. Tűzviszfad levegőt? A dísztűzfad levegőt? Nem. Nem. De már jó felé kaparászol. Két idő, nem? A kettő. Kettős tanulő. Nem, a két dolog. Tehát az anyag és az energia. És ez az óm. Szó, maga a világmindenség, mondja az első mondat. Ezt én direkt nem olvastam föl az elején. Az OM szó, maga a világmindenség, ennek magyarázata a következő. A múlt, jelen és jövendő mind benne van az OM szóban, és ami egyéb ezen a három időn túl van, az is benne van az OM szóban. Na, mit is jelent ez? Tehát ugye, hogy az időről van szó, végtelenül arról szól, és akármit is beszélsz, mindig az időről van szó, és az alatta lévő összes valami, ez az aum, mert az nem om, hanem aum, és a kimondta, ami kiejtetetlen, az a fény. Tehát van a három részecske, ugye, a neutron, a proton, meg az elektron, és a fény. De a neutron és a proton, azok egy részecske lényegében, és az a pihenés, a megnyugvás állapota, amikor nincs atom, hanem csak neutron van, neutronba visszahúzódott elektron, és amikor az elektron kijön a gerjesztés következtében, kijön a protonból, akkor lesz belőle proton és elektron, addig neutron volt, semleges volt. Miért? Mert az elektromos töltése egy kupacban volt, a pozitív és a negatív töltése egy helyen volt benn, az atomban, vagyis pontosabban a neutronban. Amikor a neutronból kijön, akkor válik protonná, de nem a protonból jön ki, hanem a neutronból jön ki, rosszul mondtam az előbb, a neutronból jön ki az elektron a fény hatására. Mert fény nyelel állandóan a neutron, nehezen nyelel a neutron, mert ő egy ilyen nyugodt, lecsukott állapotban van, zárkozott, de pici rések vannak rajta, és lassan gerjesztődik. Hát azért elég gyorsan, ugye? Így néz ki egy atommag, ugye a protonok a zöldek, a sárgák az elektronok, a pirosok a neutronok, hát elég hosszú van színezve, de mindegy. Úgyhogy, mert hogy a negatívot szoktuk, kékkel jelölni a pozitívot, hát eléggé egyenlően lett kiszínezve, de a lényeg akkor is, így képzelnek el egy atomot, hogy olyan, mint egy bolygórendszer, egy kicsit ahhoz hasonló. A bor, már 120 évvel ezelőtt már olyanokat gondolt, hogy valami ilyesmi lehet egy atom, de nem ilyen, azt mondta Bohr is, hanem csak azt mondta, hogy most ezt munkahipotézisnek fogadjuk el egyelőre, mintha bolygórendszer lenne, de nem egészen így van, de már a keringő elektronokra rájött. Tehát jó felé kaparászott ő, de azt mondta, hogy gyerekek, nem ilyen, mint egy bolygórendszer, most egy munkahipotézis. Persze rácsaptak, mint gyöntjük az orváladékra, érted? Mert hogy ezt most már értik, hát a bolygó kering, értem, tudom, de rácsaptak, hát nem volt jó, mert nagyon elterjedt ez az elég együgyű borféle atommodell, még a mai napig 600 év után. Tehát egy hibát kövessél el, a hülyék rögtön lecsapnak rá, és viszik elfele, és attól kezdve nem lehet lebeszélni róla őket, mert te mondtad, de azt már, hogy én mondtam hozzá, azt már nem hallja meg. Mert előbb elszaladt vele, mielőtt elmondtam volna a mondat végét. Ez olyan, mint a Google, olyan, mint a nők. Még csak fél mondatnál tartasz, már találod. Tehát, ugye ez is egy atommodell. Itt már nem síkba keringenek az elektronok, hanem ilyen kis atommag van középen, és kívül keringenek a bogyocska-szerű elektronok, amik egyébként 1836-szor kisebbek tömegileg, mint az atom, a hidrogén atomban a proton. Tehát nem az atom magnál kisebbek annyival, hanem a saját protonjuknál, vagy saját neutronuknál kisebb. Na most ott is van egy érdekes, nézzetek és számoljatok utána, hogy
hogy ezt észre kellett venni, mert kinek van meg otthon a függvénytáblázaton? Tegye fel a kezét. 3, 4, 5, 6, na, soknak megvan, az jó. Ha megvan a függvénytáblázatod, akkor abban a függvénytáblázatban megvannak a neutronnyugalmi tömege, az elektronnyugalmi tömege, a protonnyugalmi tömege, ott vannak ezek egy táblázatban. És nézd meg, hogy ha kijön ez az elektron a protonból, akkor még nem stimmel valami. Miért nem? Mert 2,5 elektron tömeg hiányzik a protonból. Ahhoz, hogy neutron legyen. Tehát a neutront és a protont egymástól, ugye nökető az atommagnak a részecskében közepén van, és az atomok közepén van, a neutront és a protont ott van, hogy mennyi az eltérése, és nézd meg, hogy az elektron mennyivel nagyságrendekkel kisebb tömegű ott lehet látni. Ugye a nagyságrendek itt most tényleg nagyságrendek, nem úgy, mint a hülye politikusoknál, mert a hülye politikusok, amikor valami kétszer akkor is nagyságrendekről beszél. Mondom, nagyság, mi, 10-es számrendszerben gondolkodol most, vagy 2-esben, vagy mivel is gondolkodol te most, hogy nagyságrendekkel, ugye? Mert a nagyságrend az 10-szeres. Tehát amikor valami, tudom, hogy 3%-kal változott, az nem nagyságrendek. Úgyhogy szóval, hogy mondjam, mert itt szoktam vakarni a fejemet, hogy te figyeljed a 10-es normál alakot, vagy a számrendszerben a normál alakot nem tanultátok, vagy mi a túró van már gyereket, hát szóval azért kellene már valamit erről tudni, hát akkor ha már van érettségi, akkor erről minimum kellene neki tudni, de nem tud. Tehát ez a lényeg, hogy a kettő egymástól, tehát a proton és az elektron, vagy a neutron és a proton is eltér, ott lehet látni az eltérést, hogy a 1672, 1675, ez meg 1672-ször, 10 a mínusz 27-en kilogramm. Ugye? Tehát akkora egy protonnak a tömege, ez eltérő. És ha megnézed, akkor azt az elektron tömeget egyébként 2,5-szer körülbelül ki lehet vonni belőle, és akkor lesz akkora. Na most ez miért érdekes? Egy valaki, de tényleg csak egy valaki volt, aki lelkesen föllelkesedett, amikor a Erdély Sanyi elhozta hozzám a Sajó bácsit, és beszélgettünk a Sajó bácsival, ez egy nagyon jó kémikus volt, és Sajó bácsinak nagyon tetszett az az ötletem, hogy egy neutronban legalább 2 elektronnak illik lenni. Mert ő is így számolta ki, hogy legalább 2 elektronnak illik lenni, és a plazma állapotnál jön ki a második. Tehát amikor annyira túlgerjesztem, hogy plazma állapotba kerül az atom, akkor jön ki belőle a második elektron. De én, ha le tudnám mérni, nekem nincsenek rá eszközeim, hogy akkor mekkora egy protonnak a tömege, amikor plazma állapotban van az anyag. Mert akkor bizonyára meg lesz. Ezt hidrogénnél talán még mérni is lehet. Valami huncutságot kell kitalálni. És az a lényege, hogy ha plazma állapotban van, akkor bizonyára a tömege annyival fog könnyebb lenni, mert 2 elektron hiányzik belőle, és akkor az elektromos töltésének is a duplájának illene lenni. És ebben talán ki is lehet mutatni. Parancsolj! Pont ezt akartam mondani, hogy azért a tömeggel nem biztos, hogy ezt pontosan úgy ki lehet számolni, mert óriási fénymennyiség kell ahhoz, hogy kilöködjön a második elektron, és annak is van tömeghatása. Na ez az a fél. Vagy másfél, ugye? Ez ugye, tehát ez még csak elmélet, vagy kigondolás. De ezen érdemes elgondolkodni, hogy ha 2 darab elektron van benne, még mindig marad egy fél elektron tömegnyi fény. Tehát a benne lévő fénynek a tömege lesz az a fél elektron tömeg. Tehát ebből, ami benne van, egy ilyen atomba. Tessék, Pancsó. A Gyuri bácsi, ugye a negatív és a pozitív idő, az egyik az taszít, a másik az vonz. És azért kérdeztem, hogy az anyagi részecskében hány víztípusú forrás van, mert ugye, hogyha fénnyel meg van tömködve, akkor a vízforrások is arányaiban természetesen lesz benne. Tehát az akkor visszafelé rángatja a rendszert. Természetesen, de a víztípusú források azok kifelé taszítanak. Igen. Azok pozitív idők. A víztípusú forrás mindig pozitív. A tűzelemekben van negatív idő. A vízelemekben nincs. A vízelem az kifelé terjed és taszít. És Minkowskit fedezte föl, benne van a fizikában már mondjuk 120 éve, csak éppen az agyilag zoknik ezt nem veszik észre. Tehát még mindig a harmadik dimenziót ki akarják egy negyedikkel terjeszteni.
Pedig minden dimenzió idő. Nincs külön térdimenzió és külön idődimenzió. Ilyen nincs. Minden dimenzió idő. Talán ezért nevezték vízelemnek, mert a hullámok úgy terjednek belőle, mint a víz tetején a hullám, ami karika alatt terjed. Ugye csak mi különbség van a vízelem, meg e között? Ez sík. Ez sík, az meg térbeli, tehát gömbszerűen terjed, és nem pedig ilyen laposan. Igen, de az a nagyon érdekes, hogy a fizikusok rendszeresen ide térnek vissza. Hát a víz tetején a hullámok. Tehát ilyen síkhagyúak, nem tudok más mondani. Tele van a gravitáció magyarázata is ilyen lepedőkkel, meg egyebekkel. Tehát nem tudok elszakadni a sík gondolkodásától. És ilyen hasonlatokat is hoz. Mert síkoknak magyaráz. Hát azok is síkok, akiknek magyaráz, meg is emberre mondani síkhülyék. Tehát ilyen, akiknek magyaráz, nem értenek bele egy szót se, és akkor hát persze sík magyarázatokat így terjed. Na, így néz ki a vízelem. Valaki kezd a dinamikus geometriába utazni velünk együtt, az én gusztustalan, ronda, bosszantó hülyézéseim és megjegyzéseim hatékonyak, kezdi fölbosszantani azokat a lustákat, hogy engem bedögöljön a földbe, és akkor kezdődnek a bajuk. Amikor az első könyvben megjelent, akkor odaadták egy matematikus fizikusnak, hogy lektorálja. Nagyon érdekes történet volt, a végén a muszájkabátba kötött ki a pali. Tényleg, nem vicc. Felesége hívott, egyre sűrűbben hívott a felesége, hogy már három napja, már négy napja alszik, és engem is fölhívott egyszer-kétszer, hogy de neked igazad van. Hát mondom, én tudtam. De neked igazad van. Szóval, és akkor, és egyre inkább belelovalta magát, ilyen meg akart engem dönteni. De ahogy meg akart dönteni, mert jó matematikus volt, értette az atomfizikát is, ne akart engem dönteni, és menni jobban meg akart dönteni, annál inkább nem tudott már aludni. Mert meg akart, nagyon akart megdönteni, de egyre jobban belelovalta magát a történetbe, a végén ilyen pihentetőbe kötött ki, ott altatták vagy egy hétig, a gyógyóba. Egy nagyon okos pali volt, csak annyira végkimerülésig számolta magát, hogy majdnem belezakkant. Már a felesége hívogatott, hogy meg fog halni, meg mit tudom én, megöltem. Nem, a saját magadsága az ölj meg, hát én miért ölném meg? Hát nem mondtam én neki, hogy ilyen napot számoljon. Ugye? Csak hát ez van, hogy ugye nem tud veszíteni, ez ma nagy divat. Tehát nem tud veszíteni, de nincs hozzá elég ereje, hogy megdöntsön. Döntsön meg. Igazából nem arról szól a történet, hogy én nekem igazam legyen. Tudod, miről szól a történet? Hogy az emberiségnek végre jobb legyen. Ha olyan energiaforráshoz jutunk, ami ilyen hullámrendszereken alapszik, ami korlátlanul van. Ez nem fogy ki soha. A rohadt olaj büdös, szennyez, ölik egymást érte halomra, szennyez a büdös autót, szennyez a benzint, amit csinálnak belőle, szennyez. Gyerekek, egy autó egy rohadék liter benzinhez 14 000 liter levegőt megeszik. De meg egy lélegzésre 3-4 litert. Na, és mi hányszor lélegzel ugye egy percben? Tehát, hogy mennyit fogyasztasz te százon, meg mennyit, még a futsz is, és mennyit fogyaszt egy autó? Tehát az autó iszonyatos mennyiségű oxigént teszik meg, és csinál helyette szemetet a levegőben. Igen, hát az a szén-dioxidnak egy része az elnyelődik, mert hát ugye arról szól a történet, hogy hiszti van, rettentő nagy hiszti, őrült nagy hiszti van, a szén-dioxid. De hát az a nagy helyzet, hogy ennek a jelentős részét nagyon jól oldódik a vízben, a szén-dioxid, nagyon jól, a szódavíznél, lásd, és ezt felhasználják a csigák, vagy felhasználják a vízi csigák, vagy az élőlények a káciumot, meg a szén-dioxidot, meg mit felhasználják a vízből. És ebből csinálják a házukat, ugye, a mészkövet, mert az meg kell hozzá nekik, a szén-dioxid a mészkövhöz. Mert az káciumkarbonát tud nélni. Tessék, vagy csak. De ugye szén-dioxid, szénsav, és az meg savasítja egy kicsit a tengert. És savasítja a tengert, az igaz, de nem is kicsit savasítja, de ezt a azonnali hatállal elkezdenek szaporodni. Ha nem tennénk annyi mérget a vízben, mint ahogy számtalan ilyen tengerparti ország, így gátlástalanul az összes műtyót így benyomja a tengerbe, a mérgeket és ilyen vegyi gyárak. Minden nyomba a tengerbe, majd elviszi a víz.
Na, abból aztán bajok vannak, meg megmérgezik az élővilágot, a tengeri élővilágot, és bajok vannak. Bajok vannak. A hülye az hülye. Tehát az, annak nincs határ. Ott nincs határ. Érted? Te azt gondolod, hogy hát ilyet nem csináld el, hogy nem. Csak ne nézz oda. Csak ne nézz oda. És abban a pillanatban már csinálja is a hülyeséget. Mint a gyerek, akinek megtiltották. Miért akkor megtiltották valamit neked nem, ahogy kiment a fater meg a muter, nem azt csináltad elsőnek? Dehogy nem. Oh, dehogy nem. Hát mindenki nézeget így fölfelé. Igen, hát ez azért van, mert büdös rossz kölykök voltunk mindegyikünk, mi még pláne az öregek, azok még rosszabb kölykök voltak, pedig minket még meg lehetett pofozni is. Mert minket még meg lehetett pofozni, meg is érdemeltük. Oh, amiket csináltunk, még két pofont, hármat is simán lazán megérdemeltünk, naponta. Hát éjjel azt itt az anyám alszom, de a tetőn mászkáltam. Ha leestem volna, kitörtem volna a nyakamat, de hát de nem mondta, hogy te nem, mert fested magad. Rosszak voltunk, hála Istennek. Na most, de nem is vagyok, miért? Hogy cseréltük le a tetőt? Lazán rohangáltam a 6. emelet magasságában a tetőn, és raktam a cserepeket. Nem volt télisztően, mert én már gyerekkoromban is a tetőn rohangáltam. Tehát se eltörtünk egy cserepet, fel kellett vinni egy másikat, azt kicserélni. De lent, ha lent törtük el, akkor még ez jó volt, mert ott állva ki tudtuk így kiúzni, meg még olyan volt, hogy ilyen kiúztat, bedugtál egy másikat, jó van. Szereztünk egy másikat valami bontásból, rombolásból, akármiből, és akkor gyorsan bedugtuk, aztán nem vették észre az öregek, azt jó van. Na de hogyha fönt volt egészen a tető tetejénél, odáig már nem tudtuk a gerendákon se fölmászni, néha úgy néztem ki, hogy anyám szegény. Tudod, még nem voltak ilyen intelligens mosóparok. Na most már beszélgetni lehet velem olyan intelligens. Mondom a mosóparnak, mos. Beleveti magát a vízbe, és már mossa is. Hát ez intelligens. De némelyik még angolul is beszél. Már van, amelyik csak angolul. Tehát rá van írva minden angolul, gyengébe kedvéért, persze. Van-e valami kérdésetek? Parancsolj. Miért van az, hogy a természetes fényt nem látjuk, de a visszavetett igen. Természetes fényt? Én látom a természetes fényt. Forrásbolyogó fényt nem látjuk, de a visszavetett igen. A kérdést nem értem. Mi se? Nem értem. Mert én látom a napfényt tükörből is, meg látom közvetlenül is. Nem úgy értem, hogy egy tárgyra ráverődik a fény, és azt látjuk. De mikor nincs ráverődve a tárgyra, akkor még nem látjuk a fényt. A tárgyat nem látjuk, nem a fényt nem látjuk. Hát persze, hát ha a tárgyat semmilyen fény nem ér, akkor nem látjuk a tárgyat, ugye? De hát olyan nincsen, hogy a lézerfény se látjuk, még rám nem verődik. Az más! Jó az, amit ki... Ez jó a kérdés, mégiscsak, igen. Mert hogyha egy lézerre én világítok így a levegőbe, így elmegy az orrod előtt egy erős lézer, nem lesz belőle semmit. Ha füstöt folyok a levegőbe, mondjuk bagozok és odafújok egy kis füstöt, akkor látszik egy ilyen vékony szálfény, de egyébként nem látszik. De nagyon érdekes, mert ha ilyen lézercerkád van, és ide teszed oldalra a halántékodhoz, és úgy bekapcsolod és világítasz vele, akkor látszik, mintha akár a csillagokig elmenne, olyannak látod. Nagyon érdekes. Tehát így ide teszem, és akkor így mozgatom a fejemet, és látom, hogy a csillagok felé, mintha odáig elvilágítana a lézerem. Tehát ilyen végtelenbe menő vonalat látok, de csak ha ide teszem, tehát igazából miről szól az a történet? Itt is felvillannak porszemcsék a lézerbe, csak ritkásan. De akkor szinte egy pontban látom a felvillanásokat, mert egyébként nem egy pontban látom, hanem itt felvillan egy-egy porszem, amikor belemegy a lézersugárba, de amikor így csinálom, akkor látom az összeset egyszerre szinte, mert a látószögembe mind belefér, az éles látási látószögembe, és akkor nagyon látszik, csináljátok meg, akinek van ilyen nyomkodó ilyen lézercerkája, csináljátok meg a kísérletet, hogy ég felé fordítva, ne egymás felé, hanem az ég felé fordítva, és ne a pilóták szerint fordítva a másik. Tehát aztán azt látod, ennyi volt. Na, elvakította a pilótát, és nem látott leszállni. Igen, hát ilyen van, volt ilyen
öreg, akit zavartak a vadászgépek, meg a izék, ott leszálltak ilyen katonai repülőtérben, aztán besokalt az öreg, kiment egy ilyen fürdőszoba tükörrel, várta a repülőket, hogy jöttek szembe leszállni, nyomta rájuk a napfényt, érted a pofájukba. A pilóták agonizáltak tőle, aztán elkapták az öreget, megbüntették, mert izé napozott, tükrözött a repülőkre. Mert ugye ott föl leszálltak ilyen katonai gépek, őrült zörgéssel, érted, és akkor az anyátok szentségét, majd ez pim, kiment és hopp, és pofán világított a kettő körrel. Nagyon jól működött. Ilyen szerencsétlen pilóták alig bírtak leszállni. A műszer se látta, nem mondja, izé, maga előtt a műszer se látta, nem mondja, a két futópályát, semmit nem látott. Tele nyomta a pofáját fénnyel, napfénnyel. Hát ilyen az élet. Jön szembe. Vagy a tükör jön szembe. Tehát igen, a fényt magát nem látod, ha nincs, amit megvilágítson. Ez a válasz. Tehát a fény maga nem látszik. Mert a fény akkor ad csak valamilyen fizikai jelenséget, amikor becsapódik a szemedbe. Tehát amikor a szem, az látó bíborodat megüti egy darab fénykvantum, neki megy, és megüti, akkor ez az ütődés kivált a látóbíborban egy ilyen, mint a dominók, így átdülnek ezek a molekulák, kivált benne egy ilyen folyamatot, és egy őrült nagy gravitációs hullámimpulzust kelt, egyébként hangimpulzust is, fizikailag ultrahangimpulzust is kelt, csak erről még, ez még majd valamikor 10 év múlva kezd terjedni a tudomány. Már felfedezték, de még anyázzák. Tehát még már felfedezték, hát ez olyan, mint a Rappel Sheldrick, amikor felfedezte a morfogenetikai teret is, még mindig anyázzák, 30 év múlva is. Tehát mert hogy visszahozta az étert a biológiába, ezt nagyon gyűlölték. Mai napig is gyűlölik. Hát persze a fafejek ezek nem tudnak ezzel mit kezdeni, pedig tény, miért valami. Tehát én amit mondok, annak a nagy részét akár méréssel meg tudom mutatni, hogy de nézd meg, hát itt a mérés is igaz. Tessék, parancsolj. Azért üvegesedik meg a halottak szeme, mert leáll ez a billegés? Elmegy a szemnyomása. Halottnak elmegy a szemnyomása. Tehát amikor kilép a lelke már belőle, tehát amikor tényleg meghal, elhagyja a lelke, ami egy külön létező, tehát nem biológiáról van már szót, nagyon nem. Tehát maga a test az egy robot. Egy biorobot, amit te vezetsz. Benne van egy lélek, amit te vezetsz a lelkeddel. Tehát én mondom meg neki, hogy ezt csinálja, és akkor azt csinálja. De igazából ez a biológiai lény önmagában nem életképes. Hiába minden működik benne, tehát ha nincs benne a processzor, a számítógépedben, egy kiemelen, fújhatod az összes hardveredet, nem fognak működni. Bár van benne egy kis lokalitás, már most tehát már a nyomtatóban is van egy processzor, meg a videóban is van egy processzor, de ez már tényleg intelligens, mert azért ez már mint periféria működik, és akkor ő visszaszól a gépnek egy handshaking-gel, hogy itt vagyok, én vagyok a projektor, én ilyen típusú projektor vagyok, és ez elmondja a számítógépnek. Tehát akkor fölismerteted a gépet, ugye most már ilyen plug-in play van, tehát dugbasz megy, bedugod, és akkor a számítógép azt mondja, néda, benyomtak nekem egy ilyen processzort, ami azt mondja nekem, hogy én vagyok a videó, mit tudom én vagyok a projektor. És akkor a vetítő, én vagyok a vetítő, és akkor attól kezdve már megkeresi a vetítő, az ahhoz való programot gyorsan ki is írja neked a várját, telepítem a hozzávaló drivert, meghajtót is fölteszi, és akkor ott van. És akkor már működik is. Már arra, mert hát ugye a szabványok azok szabványok, de annyi, a cég annyi szabványt hoztak, annyi bolondságok vannak. Tessék, Marcsa. Amikor ilyen koma állapotában van egy ember, és ugye gépekkel életben tartják, akkor gyakorlatilag a lélek az jelen van benne? Jelen van, de nem benne. Többnyire nem benne van, hanem ott körülötte, a közelébe általában. El tud menni elég messzire egy lélek, de ott van benne, vagy hogy körülötte. Benne is lehet, tehát nem mondasz rosszat, mert benne is lehet, de inkább körülötte van, látja, hogy mit csinálnak ott körülötte, nézegeti, kívül van a testéből, és ott a feje fölött, meg ott koborol, nézegelődik. Van, amikor kimegy a kórház elé, mert unatkozik, megnézi a csajokat, a lányfiúkat, mit tudom én, és körülnéz, vagy megnézi a foci meccset, a kedvenc foci meccsét, elmegy, megnézi, tényleg. És akkor elmegy a foci pályára, és megnézi, akárhol lehet a kapuba, ő is lehet a kapus feje tetején is akár.
Tehát ő úgy éli ki magát, ahogy akarja. Persze a kapus nem tudja mire vélni a dolgot, mert mindenféle zsibbadásai vannak. Vagy ha rámegy az ellenség kapusának a fejre, és akkor erre mellé nyúl, balra megy, amikor jobbra kellene, szóval ilyen maraságok vannak. És mindent fordítva csinál, direkt átveri. Tehát ez a lényeg, hogy direkt átveri. Tehát itt látjuk azt, hogy a lélek az működik. A szünet után fogunk a lélekről beszélni, mert most már itt eljött a szünetnek az ideje, mert ott hozza nekem a gyönyörű szép tonikomat már látom.